Le toc. Most jó. Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit, a legújabb videó van, és hát végre valahára elérkezett a pillanat, amire nagyon-nagyon sokan vártatok, hogy itt legyen velem Vanda is. Sziasztok! És csináljunk egy közös videót, és hát egy közös kérdezfelek videót. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez az első felvétel, ugyanis az első felvétel félúton valamiért megszakadt. Úgyhogy gyakorlatilag a, hát nem tudom mennyi, jó, nem sok azért, hogy a 3-4 perc körülbelül, ami elveszett, úgyhogy még pont időben észrevettük. Úgyhogy hát csapatjuk neki. Körülbelül olyan 6-6 kérdést fogunk föltenni, mert rengeteg kérdést tettetek föl nekünk az Instagramon, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk. Aki még egyébként nem követte az Instagramot, az kövesse be nagyon-nagyon gyorsan. A szituáció az lesz, hogy Vanda is és én is egyet-egyet fogunk kérdezni. És körülbelül 6-6 kérdést fogunk föltenni, viszont lesz következő része is, mint mondtam, egyébként nagyon sokat tettetek föl, és nagyon sok tök jó kérdés van benne, úgyhogy igyekszünk majd valami sorozatot csinálni ebből, hogy azt kihagyom azt a posztot, és aki szeretne mondjuk kérdéseket föltenni, akkor az majd folyamatosan föl fog tudni tenni, és nézni fogjuk. Na, készen állsz? Igen. Akkor szerintem most kezdjük el. Szóra. Ja, na, nyomasd az elsőt. Mikor jöttetek össze, kérdezik kis csúcsú 07 tőlünk. Kérlek szépen dátumra pontosan, 2013. november 16-án sikerült egymásra találni, még érvényesen. Ezt még én is tudtam. Hát egyébként, jó, mondjuk el az igazat? Megnéztük a gyűrűt. A gyűrű mit felett? Én egyébként azt mondtam, hogy 26, nem stibbelt annyira, de mindegy. Volt nálunk gyűrű és megtudtuk, mert igazából ez is egy olyan dolog, hogy nálunk most mikortól számít az, hogy mikortól jöttél össze. Igen. Tehát így ezt nem tudjuk egészen pontosan meghatározni, úgyhogy srácok, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mitől számít egy kapcsolat kapcsolatnak, mondjuk attól, hogy mondjuk megtörtént az első csók, vagy az első kézfogás, vagy az első. Úgyhogy írjátok le, kíváncsiak, hogy szerintetek mitől számít kapcsolatnak a kapcsolat? Várjuk kommentbe. Mi onnantól számoljuk a miénket, hogy felvállaltuk egymást amúgy mindenki előtt. Tehát, hogy felvállaltuk egymást? Hát felvállaltuk. Hogy? Hát nyíltan, tehát hogy nem az volt, hogy nem mondtuk meg. Tehát én mondjuk nem mondtam meg a szüleimnek, meg sok mindenki. Bár mondjuk a húgom azt tudta, a húgom az mindent tudott, de nem is tudom, egy 2-3 hét eltelt, mire azt mondtuk, hogy oké, akkor mi egy pár vagyunk, és akkor így relatívan számoljuk a kapcsolatunkat. Srácok, azt elfelejtettem mondani, hogy a szemüveggel ne haragudjatok, de tényleg nagyon süt be a szemem a nap, és nekem annyira érzékeny a szemem, hogy muszáj volt fölvennem egy szemüveget, úgyhogy ne haragudjatok érte. Rácz Martin kérdezi, és ezt is már elég sokan megkérdeztétek tőlem, vagy tőlünk, hogy honnan jött az ötlet, hogy kezd el a videózást. Hát igazából az ötlet az tulajdonképpen nem is ötlet volt, tehát nem az volt, hogy leültem, és akkor jó, akkor most elkezdek videózni, és akkor kezdjük el a videózást, hanem ez szerintem ez egy folyamat, ami kialakult. Hát először ugye nagyon sokat játszottam például régebben, sőt, gyakorlatilag sokat játszottam régebben, mint nagyon-nagyon régre visszamenőleg, és hát valahogy ez a videójáték téma, ez így rajtam maradt. Szerettem a játékokat, szerettem az elektronikai eszközöket, és így arra gondoltam, hogy miért ne lehessen esetleg mondjuk feltölteni egy YouTube-ra egy videót. Egyébként ezt már biztos tudjátok, mondjuk nyilván nem mindenki, hogy én alapvetően úgy kezdtem el a YouTube videózást, hogy én fogtam és nyuszinak mondtam, hogy mi lenne, hogyha föltöltenék egy videót YouTube-ra. És föltöltöttük azt a videót YouTube-ra, és kimentünk utána rá egy két hétre, hova mentünk ki? Milyen megálló az? Dunaparti megálló. És a Dunaparti Igen. megállóban beszéltem nyuszinak arról, hogyha év végéig nem lesz meg az 1000 feliratkozó, akkor igazából szerintem semmi értelme ezt csinálni. És ez volt júliusban. És annyira jól sikerült, hogy decemberre nem az 1000 feliratkozó lett meg, hanem a 10.000. feliratkozó meg lett decemberben. És akkor így mind a ketten így néztünk, hogy így, ó, wow, akkor ezt így lehet, hogy kéne, legalábbis én. Nyuszi szerintem akkor még ilyen labilis állapotban volt talán, hogy vagy, de azért, hogyha akkor nem sikerül ennyire nagyon, akkor most valószínűleg nem ülnénk itt. Sanszos. Igen. Hát álmodott egy nagyot, és eddig működik. Jó, hát egyébként ezt nem én találtam ki, tehát nyilván ő nem tudja, hogy de jó, hogy itt kell futni. Motoroznak, nyuszik. Mit akartam mondani? Hogy én nem tudom.
Ja igen, hogy ezt nem én találtam igazából ki, hanem tulajdonképpen ugye voltak már videósok, akiket úgy, hát nem azt mondom, hogy néztem őket, de úgy tudtam róluk, hogy vannak, léteznek, és nagyon jól megy nekik, és ők inspiráltak igazából arra, hogy igen, erre igazából van kereslet, tök jó lehet, és hogy akkor miért ne próbálhatnám ezt én is ki, és hát hál' Istennek sikerült annyira, hogy most itt üljünk, és csináljuk a kérdezfelek videókat közösen. Így van, Dori kérdését ezt mindenképp felolvasom nektek, már a választ már tudom, de hogyan viseli Vanda a sok live-ot, tehát kihat-e, na, jön a kutya! Ha, nem kis kutya. A következő... Már a választ már tudom, de hogyan viseli Vanda a sok live-ot, tehát kihat-e ez a kapcsolatotokra? Ja, és ki a kedvenc Dori nevű modítók természetesen? Te is a kedvencünk vagy, ahogy Réka is, ahogy Cortez, és Máté, és Easy, és... Dávid, és Noyer, és a többi, és a többi. És igazából mind a kedvenceink vagytok, és nagyon szeretünk titeket, és köszönjük, hogy segítitek a csatornát. Az elején kihatott, igen, tehát hazudnák, és hazudnék. Tehát igen, kihatott, tehát ez lemondásod is jár, tehát nem csak azt kell látni, vagy nem csak a szuper jó 3-4-5 órás live-ok vannak, energiadúsan és hasonlók, hanem ennek azért volt hátránya is, tehát elég nehezen lehet összehozni a közös időt, és hát ahogy mondtam is, és szoktam nektek mindig mondani, hogy valamilyen szinten a kompromisszumot kell kötni, hogy ez működőképes legyen. Hát eddig úgy néz ki, hogy azért ez működik, és megoldottad? Na, igen, legyen így, de ez... Na itt a következő, Roland Hajdu 38 tett föl a sok kérdést, úgyhogy csak úgy gyorsan belenézünk. Igen. Milyen volt az első találkozás? Az első találkozás az izgalmas volt, és jó, és határozottan jó volt. Mikor találkoztatok elsőnek? Hát elsőnek körülbelül annyira, hogy egyszerre kong valami, és egyszerre megy valami repülő. Ez a legjobb. Elment. Szóval elment. A lényeg az, hogy hol találkoztatok elsőnek. Vagy hol? Szerintem a Margit-szigeten, nem? Margit-szigeten találkoztunk elsőnek. Igen. Ha jól emlékszem. Vagy a Dunaparton. Most nem tudom melyik, de valamelyik a kettő közül. Második tudom... volt a Margit-sziget, és elsőnek a Dunaparton. Első volt a Dunapart. Igen. Elsőnek a Dunaparton? Igen. Tényleg? Igen. Jó. Arra emlékszem is egyébként. Az jó volt. Az jó volt. Mert a Dunavíze nem néztük a hajókat, koszos, igen, elmagyaráztam neki, hogy a Dunavíze nem koszos, csak homokos. Mikor vallottátok be egymásnak, hogy mit éreztek a másik iránt? Nem hát, tudom. Szerintem Norbi akkor, mikor összeköltöztünk. Annál előbb nem nagyon vallott. Előtte nem vallott szint. Hát én nem vagyok az a nagyon-nagyon ilyen grálovak, hogy két pillanat után már szerelmeket vallok. De, ja, úristen, hallod? Jön a kommandó. Szerintem az összeköltözésünk után úgy. Ja, mondjuk mi elég gyorsan is költöztünk össze egyébként, viszonylag. Volt már nagyobb vita köztetek? Ha igen, és el szabad mondani, akkor mi váltotta ki? Olyan nagyon nagy nem volt. Tehát az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy vita, olyan még nem volt. Nyilvánvalóan vannak vitáink, mint egyébként minden kapcsolatban levő párnak, de olyan hatalmas nagy vitáink nincsenek. Olyan vitáink azért vannak, azt azért kihangsúlyoznám, hogy mit tudom én, miért nem hozott az másik üdítőt. Tehát így ezek a nagy vitáink nekünk, és akkor megkérdezem Nyuszikát, hogy Nyuszi, hát nem hoztál üdítőt? És akkor nem, miért szóltál? És akkor én megmondom neki, hogy hát de szólni kell. Tehát így, na érted, és akkor így... De te vagy kocsival, neked de te vagy kocsival, neked van közelebb, stb. Tehát így általában ezek a legnagyobb vitáink. Vannak egyébként, meg biztos, hogy lesznek is, de annyira nem gáz szerintem. Nem, annyira nem. Terveztek még ezen kívül közös videókat, kérdezi Pál Kozdi Benedek. Mindig elmondom nektek live-ok. Kösz, hogy meghoztad a meleget. Ja, szóval én mindig elmondom nektek, mikor élő műsorban is kérdeztek, vagy mikor moderátorkodom és észrevettek, nagyon sokszor felteszitek ezt a kérdést élőben és privátban is. Nagyon aranyosak vagytok és cukik vagytok, hogy gondoltok rám és szeretnétek látni, de ez nem az én asztalom. Ne csikisd el, abban nem tudok beszélni. Tehát ez nem az én asztalom nekem. Én azt gondolom, hogy ez Jufi csatornáért érvényesüljön. Nyuszi,
Nem már, ez így nem Feri, nem tudok beszélni, léci. Jó, bocs. Tehát egy-egy live-okban persze ott vagyok, meg mondjuk egy honfoglalót, vagy bármi mást így bevállalok, egy közöset, egy ételkóstolósdit, de igazából ezt én így annyira nem. És mivel tudjátok, hogy nem is játszok gyakorlatilag semmit se, így nem tudok izgalmas lenni nektek, úgyhogy maradok itt a háttérben. Hát de azért nem, azért egy párszor azért itt van, meg úgy nyilván most is közös videót csinálunk, csak most azt mondom, hogy egyedül csinálom a kérdezőleket, hanem Nyuszival, akkor lesznek ugye még a honfoglaló videók, amiket szeretitek, tehát úgy lesznek nyilvánvalóan a későbbiekben videók, de az, hogy ugye napi szinten, meg mit tudom én, azt nyilvánvalóan azért nem. Lugosi Gabesz, szevasz Gabesz ezúton is. Tiszteletem főnököm, sokat szoktatok utazni erre, arra kikapcsolni? Van kedvenc helyetek, ahová szerettek elmenni, vagy ahová szívesen elmennétek? Utazgatni szoktunk, ja. Igazából szoktunk így erre arra menni. Nyilvánvalóan én olyan vagyok, hogy én télen általában én begubózódok, és télen nem csinálok semmit, csak néha-néha mit tudom én elmegyünk szánkozni valami. Bár mondjuk most voltam snowboardozni is, de nem jellemző. Én inkább télen olyan beülős vagyok, és nyáron van az, hogy így jön a jó idő, mit tudom én, akkor az ember azért szeretne kiszabadulni, jobb a kedve, és akkor ilyenkor nyilván most például elég sokat megyünk vagy a Balatonra, vagy a Velencei tóra, vagy a barátokhoz vidékre. Hát, ja, igen. Tárnokra szoktunk egyébként menni. Nem tudom. Döntsétek el, hogy az vidék vagy nem. Én egyébként ott nőttem föl, úgyhogy aki esetleg Tárnokról néz, az csákány. Az, hogy van-e kedvenc helyünk, vagy valahova szeretnénk elmenni, nyilvánvalóan van. Én például nagyon-nagyon szeretem a vízpartokat, tehát én nagyon sokat járok, meg szeretek is vízpartokra menni, ezeket mondanám kedvenc helynek, és ahova nagyon-nagyon szeretnék elmenni, az mondjuk Ausztrália és Thaiföld. Neked? Mutatom a vízpartot, mert nem tudok úszni, és... Ja, igen, tehát úgy néz ki általában a mi közös strandolásunk, csak hogy így tudjátok, hogy én olyan helyekre szeretek menni, ahol vannak ilyen izék, ilyen csúszdák, és ott tudunk csúszdázni, Nyuszika meg napozik végig, és a vízbe térdig megy bele. Tehát én amíg fürdök, Nyuszika addig napozik. Igen, nem tudok úszni, nem szeretek csúszdázni, én utálom, hogyha rám fröcsög a víz, tehát hogy én nem. Tiszta parti arc vagy, Nyuszi, nem? Igen, abszolút. Tavaly elmentünk Norbival és a hugommal vízibiciklizni, és már attól ki voltam borulva, én azt se akarom, mert imbolyog, meg... Folyamatosan billegtettem neki. Szóval én nem. Tehát én inkább a száraz dolgokat szeretem. Egyiptom, ahol lehet barnulni, ez az nagy álmom vágyam. Egyiptom, Bora Bora, mondjuk az már vizes dolog, de azt úgy elviselném. És hát Olaszország egy jó kávéval. Találtam egy remek kérdést, srácok! Ádám Radóci kérdezi, Vanda, van olyan dolog, amit nem szeretsz a Jusuban? Na, erre kíváncsi vagyok. Húha! Nincs. Tuti, hogy nincs. Mindenemet imádja. Nem. Issza a szavaimat. Látod? Úgy? Na, van amúgy, de azért el kell rajta gondolkozni. Látod, milyen sokat gondolkozik mondani, rajta? De most így kimondottan, amire így rávágom, hogy mert te izé vagy, így nincs. Azt nem szeretem, mikor live után még legalább egy órát ott molymol a gép körül, és nem jön ki, és még mindig bent van, és kutyát sétáltassunk, de ő még mindig nem jön, de már háromszor rászóltam, hogy menjünk, és akkor valaki másnak a csatornáját nézi, meg a nem tudom mit néz, és még mindig bennül. Azt gyűlölöm, tehát hogy ha vége van, akkor onnantól kezdve folytatódjon az életünk. Nem, ő még ott szöszültől, tehát attól ideges tudok lenni, és nem szeretem. De ilyen, hogy most mit... Olyan nincs, amit nem szeretek benne. Hát hiszen szeretem, akkor mit ne szeressek benne? Imád. Kovács Ádámnak hívnak, van, de mindig olyan jó szívű a live-okban. Nem szeretne a pótanyukám lenni? Hát, wow! Én nagyon kis jó szívű vagyok és cuki, viszont moderátorként egy picit szigorú, de hát ezt nézzétek el nekem. Szerintem neked is nagyon kis cuki anyukád van, aki nagyon szeret, úgyhogy szerintem én itt jól vagyok. De a pót anyuka. De anyuka mellett. Hát néha így megbabusgatod. Köszönöm szépen, hogy rám gondoltál, de nem, ezt most kihagyom. Ádám, bejátszom neked, jó? Pót anyuka lesz nem sokára, én megoldom neked. Na hát srácok, az a helyzet történt, hogy átálltunk a mobiltelefonra, ugyanis hát leberült a kamera,
Igen. Úgyhogy fuck this shit. Na mindegy, hát ennyi volt szerintem az első rész. Remélem, hogy tetszett nektek. Nyilván lesznek még folytatások, tehát rengeteg-rengeteg kérdést küldtetek nekünk, és hát igyekszünk ezeket majd minél többet megválaszolni. Igen. Úgyhogy lesz majd még több része mindenféleképpen, úgyhogy ne keseredjen el, aki esetleg ebben nem került bele, mert a következőben biztos, hogy befog, illetve hogyha szeretnétek még kérdéseket föltenni, akkor az alá a gyűjtőposzt alá, ami Instagramon van, majd valahogy vagy alá, le, igen, a videó leírásával le fogom tenni azt a linket, jó, és akkor ott még tudtok feltenni kérdéseket, és majd folyamatosan csináljuk ezeket a kérdezfelek videókat azok a kérdések szerint. Azért elég sok kérdést meg tudtunk válaszolni, nem? Bizony. Már kétszer is, duplán. Duplán is. Na, srácok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. Bizony. És hát nem sokára majd találkozunk ismét, egy live-ban vagy egy videóban. Ne felejtsetek el... Mit ne felejtsenek el, Nyuszi? Feliratkozni a csatornára. Hangosabban, mert hát, ha nem értik meg, hogy mit kell csinálni. Kifeleljetek, mondd meg! Iratkozz fel a csatornára. Igen, de oda mondd, abba a kis lukba. Nem megy, oda, na ide, ide nézd, ebbe, oda, abba a kis, ebbe mondd itt. Na, ugye, mit kell csinálni, Nyuszi? Iratkozz fel a csatornára. De oda, ne magad, oda, ide nézd, ezt kell nézni. Menj már, nem ezt, tudom. Ezt, iratkozz oda. Fel a iratkozz fel a csatornára. Like. Kövesd be az Instagramot! Nem tudom így! Kövesd be az Instagramot, videkép! A YouTube-os izért szoktuk. Tudom, melyiket szoktuk? Melyiket szoktuk? Na, egy puszi! Na, srácok, segítség. Ne felejtsetek el feliratkozni de a csatornára! Ne, ez nem jó. Kövessétek be az Instagramot, semmit nem veszünk fel újra! De. És ne felejtsetek el... Írni valami kommentet, kitaláltam. Na, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, találkozunk legközelebb is egy live-ban vagy egy videóban. Én Jusu voltam. Én pedig Jusu Nyuszikája. Sziasztok. Sziasztok, hello.